Ha koratavaszi évelőkről beszélünk, akkor legtöbbünknek általában a hóvirág, illetve a tél temető jut eszébe. De van egy másik család, aki talán a sokszínűségével, ez az élénk, rikító színével kiemelkedik ezek közül, és ugyanúgy a korai közé tartoznak, ők pedig a krókuszok, vagy más néven sáfrányok. Tehát a krókuszok, vagy más néven sáfrányok valójában nem is hagymás, hanem hagymagumos évelő növények, melyeknek mintegy 80 fajta él vadon, illetve a kertekben, termesztésben. Leveleit már jóval a virágzás előtt kifejleszti, így az egyik legkorábban megmutatkozó tavaszi növényünk. A levelek közepén jellemzően egy fehér csík fut végig. Egy hagymagumóból nagyvirágú fajtáknál egy, kisebb virágoknál több virág is kifejlődik. A növény mindössze 8-10 cm magas. A virágok színe nagyon élénk, lehet egyszínű, de lehet erezett is. A hibridek a vörös kivételével már szinte minden színben és színárnyalatban előfordulnak. A legkorábbi és egyben legkisebb fajta a Crocus chrysanthus, vagyis a korai sáfrány, mely már februárban virágzásnak indul. Márciusban kezdi virágzását a következő méret, a Crocus vernus, vagyis a kerti sáfrány, és velük egy időben talán a legnagyobb méretű virágokat hozza a Crocus albiflorus, vagyis a fehér sáfrány. Van egy összenyíló fajtája is, talán mindenki ezt ismeri a legjobban, ez a jóféle sáfrány, aminek a háromágú bibéje adja magát a fűszernövény alapanyagot. A hagymagumok átmérője fél és 2 cm közöttiek, felületeken érdekes rostos réteg található. Tárolásánál a helység hőmérséklete ne haladja meg a 10 Celsius fokot, ennél magasabb hőmérsékleten csak a levelek nőnek, a virágok nem fejlődnek ki, vagy alacsonyan ülve maradnak, vagy még inkább besülnek. Virágzási időben mérsékelten öntözzük, mert a túlöntözés megrövidíti az egyébként sem hosszú virágzási idejét. Ha ilyen hajtatott cserepes növényeket veszünk, mindig bimbós virágokat vásároljunk, mert a kinyílt virágok hamar elvirágoznak. Amit még a pontos elnevezéssel kapcsolatban célszerű megemlíteni az az, hogy mivel egy egyszikű növényről van szó, nem a szirom levelei díszítenek, díszítő értékét a színes lepel levelek adják. Kora tavasszal érdekes megfigyelni, mikor kibújtak a talajból, egy érdekes buroklevél fedi a hajtásokat, ezzel is a hideg elleni védelmet szolgálja. Felhasználását tekintve, mielőtt kicsi alacsony növényről van szó, vagy vegyes összeültetésekben mutatnak jól, vagy önmagukban, valamilyen natúrabb edényekben, tálakban, vagy esetleg kaspókban, kosarakban elhelyezve.